Az megvan, amikor ott ülsz az étteremben, és bekengsz a végösszeg felett a százalékokon. A társadalmi konvenció csak úgy döngöl bele az abroszba, a felszolgáló pedig kanalaz ki a tekintetével, mint ennegyed órája azt a kajdlót, amit rendeltél. Ilyen ez a borravaló. Borravaló jutalmul kapott kisebb pénzösszeg, amit a szolgáltatás nyújtó félnek adnak elégedettség esetén. Más néven jött, tip, paraszolvencia, baksis vagy hálapénz. És ez a borravaló szokása a teakertekből származik. Pontosabban intézményesítve ott a 17. századtól volt jelen. Persze gyanítható, hogy a csúszó pénzek valamilyen formája mindig is jelen volt az emberiség történetében. Figyelj már ide, Rahotepnek tök fontos lenne, hogy ezek a márványtéglek hamarabb odaérjenek az építkezésre a piramioioi projektjéhez, úgyhogy ez már hát, ha jobban csúszik tőle az a Nílus, jobban megy az a hajó. Na de vissza az angol teakertekbe. 1652-ben Londonban nyílt az első teaház, hatalmas dili volt. Óriási ováció fogadta, olyannyira, hogy a század végére már 100 üzemelt belőlük. Na, igen ám, de ezeket a teaházakat csak férfiak használhatták. Tudod, volt ez a barom férfi privilégium. Oh, Sir Lockwood, ön is érzi maszkulinitását a forró Earl Grey cipőrcsölve? Megkelöm, számomra nagyon kedves gondolata, hisz a közmondás is tartja. Férfi csészével a kezében lógathatja filterét igazán keményen. Mindegy, ezt most tudjuk be akkor sajátosságának. Viszont így jött képbe a teakert. Ez a hely csak az övéké volt, tudta fogyasztani, társadalmi életet élni. Na már most a kert messze volt a konyhától. Innentől kezdve, hogyha a vendég szerette volna frissen, gyorsan a gőzölgő táját szüpörcsölgetve elfogyasztani, akkor a felszolgálónak a figyelmét és a gyorsaságát kellett kifizetni. Hozom már! Végül is így a vendég a felszolgáló odafigyelését, gyorsaságát, kedvességét fizette meg. És innen jön a kifejezés, hogy tips. To ensure prompt service. Gyors felszolgálás biztosítása érdekében. Ez a szokás az évszázadok alatt más területre is átterjedt, és szépen lassan idomult mindig a helyzethez. Ilyen változás is talán a legmarkánsabb, hogy nem előre, hanem sokkal inkább a szolgáltatás igénybevétele után adjuk oda a borravalót. Nagyon szépen köszönöm, hogy maradéktalanul elvégezte a munkáját. Tökéletesen mutat a téli gumiszett az autómon, amit én vásároltam meg. Miután a munkadíjat kiszámlázta, szeretném kifizetni, és azon felül is szeretnék önnek adni pénzt, hiszen fölkelt és bejött dolgozni. Doktor úr, nem tudok önnek eléggé hálás lenni. Segített világra hozni ezt a gyönyörű kis gyermeket. A modern kor eszközeit használta, az egyetemen tanult módszereket alkalmazta. Ha esetleg elfogadná tőlem ezt a kis... nem is... Ha-ho! Elküldtem az Excel-t, amit kértetek, mindent kiszámoltam. Elment orra. Semmi boríték? Ha-ho! Basszátok meg. Jó, igen, az irodistáknál talán ez nem működik. Bár például tanárt sem láttam borítékot átvenni, hogy kitörő, örömmel és türelemmel tanította meg Pannikának az ABC 7. betűjét. Egy szó mint száz a borravaló átadásának időpontja megváltozott. Az ösztönzés árából az eredmény díjazása lett. De jó ez nekünk. Mert hogy az ördögi kört eredményezhet, már pedig eredményez is, és ez a jelenség fennáll már nagyon-nagyon-nagyon régóta. Persze lehet nagy büszkeség egy vendéglátósnak hatalmas borravalókat szakítani estéről estére, viszont biztos, hogy van olyan munkaadó, aki erre majd azt mondja, hogy rendben, akkor te meg vagy, kevesebb fizút kapsz. Nagyon szépen zártuk a mai napot, néző, csak ami láttam, hogy eléggé csurgott azért ez a mai nap, úgyhogy arra gondoltam, hogy egy kicsit talán kevesebbet adnék, mégiscsak a többiekkel szemben nem lenne fair. Durvább is volt, 1840 környékén a pincérek semmilyen fizetést nem kaptak, csak a borravalóval számolhattak. Na de kanyarodjunk vissza Magyarországra. Tisztelt magyarok, honfitársak! Lássuk be, hogy mi nem csak borban vagyunk jók, hanem a valójában is. Kétféle fizető vendég van. Van, aki mindig ad, csak akkor nem, ha kiváltképp kula volt a szolgáltatás, és a végösszegbe beletartozik a kiszolgálás, szóval nehogy már adja pluszba. Ők azok, akik szuper ritkán adnak, kivéve akkor, ha olyan kiszolgálásban volt részük, hogy lerobban az agyuk a fejéről. Na jó, van még egy típus. Az örlődők. Aki nem tudja, hogy mennyit kell adni, vagy egyáltalán, hogy kell-e adni. Pár szakmai cikk, ami foglalkozott ezzel a témával, azt írta, hogy főleg az Y generáció kései tagjaira vonatkozik, mert hogy ők még nem tudják, hogy ezt a felnőttes társadalmi konvenciót mikor kell előhúzni, mint eszköz, és mikor kell azt szépen szó szerint a zsebedben tartani. Köszönöm. Oh, 17.300. Pusztva százalék fej... Feodor... Potro... Ezenkor szeretném kérni... Továbbá ott van a férfiak esetében a fizetési kényszer, ami szintén egy ilyen berögzült társadalmi elvárás. A férfi fizet,
A nő nem fizet. Ha jól belegondolok, nálunk is volt olyan helyzet, hogy beültünk Teklával egy kávézóba, és mikor adott esetben Tekla fizetett, szinte megölt a szemével a pincér. És akkor inkább ezt az emancipációs dobozt inkább kisenyitom, békén hagyom. Írjátok meg kommentben nektek, milyen viszonyotok van a borravalóval. Mindig adtok soha, vagy éppen a százalékokkal őrlődtök, vagy a végösszeget meglátva még random rádobtok valamennyit. Apropó dobás, nagyon szépen megköszönöm, ha dobsz a videóra egy lájkot, ha feliratkozol, call me crazy, ha megrángatod a harangot, teljes über királyságban leszünk, illetve Instagramon továbbra is találkozhatunk két videó között. Én Madar Csabi voltam, jobb, ha tudod, hogy hello. Ó, 17 000 plusz 100% fel.